Jézus Krisztus kényszenvedése, Szent János evangélista szerint. Az utolsó vacsora után Jézus kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra, ahol egy kert volt, s oda betért tanítványaival együtt. De Júdás is, aki elárulta, ismerte azt a helyet, mert Jézus tanítványaival gyakran járt oda. Júdás akkor kapott egy csapat katonát, a főpapoktól és farizeusoktól pedig szolgákat, és kiment velük lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel. Jézus tudta mindazt, amire elvárt, eléjük ment tehát, és így szólt hozzájuk. Így kerestek. Ők ezt válaszolták. Jézus erre így szólt néki. Én vagyok. Ott állt pedig közöttük Júdás is, aki elárulta. Amint tehát azt mondta, én vagyok, meghátráltak és a földre estek. Ő újra megkérdezte tehát tőlük. Kit kerestek? Azok pedig felelték. A názáreti Jézust. Jézus így folytatta. Mondtam már néktek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket. Így teljesült be, amit mondott, hogy senkit sem veszítettem el azokból, akiket nekem adtál. Simon Péternél azonban kard volt, kirántotta és a főpap szolgájára sújtott, és levágta annak jobb fülét. A szolgának Mákus volt a neve. Jézus azonban rászólt Péterre. Tedd vissza üvejébe kardodat, ne ürítsen ki a kelyhet, melyet az Atya adott nékem. A csapat tehát, az ezredes és a zsidó őrség elfogta Jézust és megkötözte, és először Annáshoz vitték, mert ő apósa volt Kaifásnak, aki abban az évben főpap volt. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak, így bejutott Jézussal a főpap udvarába. Péter pedig kint maradt az ajtónál. A másik tanítvány, a főpap ismerőse kiment, szólt az ajtón állónak, és bevitte Pétert. Az ajtóőrző lány közben megjegyezte. Talán bizony teljesen nem az ember, nem tanítványai közül vagy. Péter így felelt. Nem vagyok. A szolgák és a poroszlók a parázsló tűz körül álltak, és melegedtek, mert hideg volt. Péter is közéjük állt,
és melegítette magát. A főpap tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt. Én nyíltan beszéltem a világ előtt. Én mindig a zsinagógában tanítottam és a templomban, ahová a zsidók mindössze jönnek, és titokban semmit sem szólottam. Mit kérdez engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Ők jól tudják, hogy mit mondottam. E szavakra az egyik ott álló poroszló arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelszi a főpapnak. Jézus így válaszolt. Ha rosszul szólottam, bizonyíts be a rosszat. Ha pedig jó, miért ütsz engem? Annás akkor megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz. Simon Péter még mindig ott állt és melegítette magát. Újra megkérdezték tőle. Nem te is az ő tanítványai közül vagy? Péter tagadta és így szólt. Nem vagyok. Erre a főpap egyik szolgája, rokon annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte. Nem téged láttalak a vélő a kertben. De Péter ismét tagadta, és erre mindjárt megszólalt a kakas. Kaifástól a helytartóhoz vezették Jézust. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy be ne szennyezzék magukat, és így megehessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte, mivel vádoljátok ezt az embert? Azok így szóltak. Ha nem volna gonosz tevő, nem adtuk volna őt kezembe. Pilátus ezt mondta. Tartsátok meg csak ti őt, és ítélkezzetek róla törvényetek szerint. A zsidók azonban ezt válaszolták. Nekünk senkit sem szabad megölnünk. Így beteljesedett, amit Jézus mondott, amikor halálának módját előre megmondta. Pilátus akkor visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle. Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt. Te magadtól mondod ezt? Vagy mások mondták néked rólam? Pilátus erre ezt mondta. Vajon zsidó vagyok én? A saját néped is a főpapok adtak kezembe. Mit műveltél? Jézus így válaszolt. Az én országom
nem e világból való. Ha e világból volna az én országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidó kezébe. Ám az én országom nem innék való. Pilátus közbeszólt. Tehát király vagy te? Jézus így válaszolt. Igen, én király vagyok, és arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus erre ezt mondta. Mi az igazság? E szavak után ismét kiment a zsidókhoz, és ezt mondta nekik. Én semmi vétket sem találok ő benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Hát akarjátok én, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát. De azok újra kiáltozni kezdtek. Ne ezt, hanem Barrabást. Barrabás pedig rabló volt. Erre Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koronát fontak, fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Azután eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlény, zsidó királyok! És arcul ütött. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk. Nézzétek, kihozom őt nektek, hogy megtudjátok, hogy semmi vétket sem találok ő benne. Jézus akkor tövis koronával és bíbor köpenyben kijött eléjük. Pilátus azt mondta nekik, íme az ember. Láttára a főpapok és a szolgák kiáltozni kezdtek. Feszítsd meg, feszítsd meg őt. Pilátus azt mondta, vegyétek át, és ti feszítsétek keresztre, mert én semmi vétket sem találok ő benne. De a zsidók nem tágítottak. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette ma. E szavak hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézust. Honnét való vagy te? De Jézus nem felelt. Pilátus erre ezt mondta. Nekem nem szólasz. Nem tudod én, hogy hatalmam van megfeszíteni téged, és hatalmam van elbocsátani téged.
Jézus így válaszolt. Semmi hatalmat sem volna fölöttem, ha nem kaptad volna onnét felülhől. És azért annak, aki engem kezedbe adott, nagyobb az ő bűne. Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézust. A zsidók azonban ezt kiáltozták. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, meg mindaz, aki magát királlyá teszi, ellenszegül a császárnak. E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. A bírói székbe ült a köves udvaron, melyet héberül Gabbatának neveznek. A húsvéti készület napja volt, a 6. óra táján, és így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királytok! De azok tovább kiáltoztak. Ellen, ellen, feszítsd meg őt! Pilátus megkérdezte, a ti királytokat feszítessem én meg! De a főpapok tiltakoztak. Nincsen királyunk, csak császárunk! Akkor kiszolgáltatta nekik Jézust, hogy keresztre feszítsék. Erre átvették őt, és elvezették. Jézus keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponya helyre, melynek héber neve Golgota, és ott keresztre feszítették őt, és vele két másikat két felől, középen pedig Jézust. Pilátus táblát is iratott, és a kereszt fölé tétette. Ez volt pedig ráírva, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A föliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol keresztre feszítették Jézust. Héberül, latinul és görögül volt írva. Ezért a zsidó főpapok kérték Pilátust. Ne írjad a zsidók királya, hanem ahogy ő maga mondotta, a zsidók királya. Pilátus azonban ezt válaszolta. Amit írtam, azt megírtam. Jézus keresztre feszítése után a katonák fogták ruháit és köntösét. Ruháit négy részre osztották, minden katonának egy részt. De köntöse varratlan volt, végig egy darabból szőve. A katonák ezért így szóltak egymás közt. Ne vagdaljuk el azt, hanem vessük rá sorsot, kiéveljen. Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák így is tettek.
Jézus keresztje mellett ott állt anyja, és anyjának nővére, Kleofás hitvese Mária, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja, és a szeretett tanítvány, így szólt anyjához. Azután a tanítványhoz fordult, és így szólt néki. Íme a te anyád. És attól az órától fogva a házába fogadta őt a tanítvány. Jézus tudta, hogy beteljesedett már minden, és azért, hogy az írás valóra váljék, így szólt. Volt ott egy ecettel telt edény, izsópra tűztek egy ecettel itatott szivacsót, és szájához emelték. De amint megízlelte az ecetet, így szólt Jézus. Beteljesedett. És lehajtván fejét, kiadta lelkét. Mint hogy készület napja volt, kérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vétesse le őket a keresztről, hogy ne maradjanak szombaton a kereszten. Nagy ünnep volt ugyanis az a szombat. Oda mentek tehát a katonák, és összetörték a lábszárát, előbb az egyiknek, majd a másiknak, akit Jézussal együtt keresztre feszítettek. De amikor Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg lábszárát, hanem az egyik katona láncsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. És aki ezt látta, tanúja lett, és tanúsága igaz. Ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mindez ugyanis azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontot ne törjetek benne. És más helyen föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, de a zsidóktól való félelmében csak titokban kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus meg is engedte, mire az elment, és levette Jézus testét. Oda jött Nikodémus is, aki annak idején éjszaka ment Jézushoz, és hozott mirha és áloe keveréket,
mint egy 100 fontot. Ők fogták Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen, ahol Jézust keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sír volt, amelyben még senkit sem temettek. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt oda helyezték Jézust.